Sziasztok! Köszöntök mindenkit a Kressz TV mai adásában. Pár hónappal ezelőtt egy kamerát elhelyeztem az M0-ás autóút fölött egy gyalogos hídon, és lefotóztam az M0-ás forgalmát, közben pedig megnéztem azt, hogy hányan közlekednek szabálytalanul. Hát elég sokan meglepődtünk veletek együtt, rengeteg kommentet kaptam, megjegyzést, és valóban mindenki csodálkozott, hogy ennyi szabálytalanságot hogyan lehet elkövetni. No, most úgy döntöttem, hogy kitettem a kamerám a Nagykörútra Budapesten, méghozzá az újonnan kialakított úgynevezett ideiglenes kerékpársávra, és megnéztem, hogy az emberek, a közlekedők, a kerékpárosok, a motorosok, az autósok vajon ismerik-e a kerékpársávon való közlekedés szabályait. Pető Attila vagyok, sokan Kressz professzornak hívnak, és látogassunk el a budapesti Nagykörútra. Persze ahhoz, hogy helyesen értelmezzük az itteni közlekedési rendet, érdemes tisztában lenni a kerékpársávra vonatkozó szabályokkal. Hát mindjárt az elején megemlíteném, hogy a Kressz pontosan meghatározza, hogy a kerékpársávot milyen táblával és hogyan kell jelezni. Ez gyakorlatilag egy kék színű tábla, ahol jól látszik a sárga elválasztó vonal. Hát ezzel szemben a körúton egészen más jelzést alkalmaznak, ideiglenes sárga táblákat. Hadd hívjam fel a figyelmet, hogy ilyen tábla a Kresszben nincsen, márpedig egy jogszabály elrendeli azt, hogy az úton csak olyan közúti jelzéseket lehet használni, ami a Kresszben is szerepel. Ezen felül a kerékpársávot úgynevezett útburkolati jelekkel is meg kell jelölni, ezt is előírja a szabály, gyakorlatilag az úttest többi részétől folytonos sárga vonallal kell elválasztani, és csak a kereszteződésekben, illetve a parkolóhelyeknél lehetne szaggatott vonal. Hát ezzel kapcsolatban is azért láttam pontatlanságokat. Van olyan hely, ahol nincsen gyakorlatilag parkoló, és mégis szaggatott vonalat festenek fel, ezzel egy picit meg is zavarják a járművezetőket. Ez főleg ott kap jelentőséget, ahol jobbra lehet kanyarodni, hiszen szintén a szabály rögzíti azt, hogy kerékpársáv esetén, hogyha útburkolati jel ezt engedi, márpedig a szaggatott vonalra hivatalosan rá lehet hajtani, akkor a kerékpársáv igénybevételével kell a jobbra kanyarodáshoz felkészülni, azaz besorolni, azaz rá kell hajtani a kerékpársávra. Az a baj pont a körúton, hogy ezek a táblák egész más sugallnak, hogyha megnézzük, és ezért sokan nem is tudják pontosan, hogy hol van a helyük. Így el kell mondanom, hogy ez a jelzés bizony valamilyen formában megtévesztő. Ha megnézzük a sárga táblát, ott eleve folyamatos vonal van, és a tábla azt sugallja, hogy a belső sávból kell jobbra kanyarodni, ahogy említettem, sokan így csinálják. Ráadásul ugye a kanyarodás közben be kell tartani azt a szabályt, hogy a kerékpársávon érkező kerékpárosokat nem szabad akadályozni. Láttam azért olyan autót is, amelyik a kerékpársávba tovább ment, és utána visszasorolt a forgalmi sávba. Mondhatnám azt, hogy úgymond kereste a helyét. Jobbra kanyarodásnál, tehát hangsúlyozom még egyszer, a kerékpársávra kéne rámenni, ezért ellentmondásosak ezek a közúti jelzések, tehát nem mindig egyszerű megtalálni a helyünket. Van olyan helyzet, amikor jön a kerékpáros, jön utána az autó, próbálgatják kerülgetni egymást, hogy férjenek el ebbe a sávba, feltartják egymást, mondjuk jelzőlámpához érkezve ez egy megszokott dolog, de azért érdekes volt így a filmen keresztül ilyen helyzettel gyakorlatilag szembe találkozni, szembesülni. És akkor nézzük meg, hogy miket látunk a kerékpársávon. Előtte azért kihangsúlyoznék még egy szabályt, a Kressz szerint kerékpársávon kizárólag kerékpáros közlekedhet, viszont a kerékpárosoknak a kerékpáros sávon kell haladni. Ezt azért megjegyezném, hogy gyakorlatilag egyetlen egy olyan helyzettel nem találkoztam, hogy a kerékpáros bement volna az útteste az autók közé. Hát van eszük, mondhatnám úgy is. Más kérdés, hogy a kamera szögéből nem látszik, azért a járdán elég sokan bicikliztek a folytatásban. És hát megérkezett az első motorosunk is, ebből tapasztaltam a legtöbbet, hogy bizony a kerékpársávot a motorkerékpárok, a nagy motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok is előszeretettel használják, sőt, hát korunk nagy találmány az elektromos roller is elég szép számban megjelent, holott az elektromos roller hivatalosan a jelenlegi Kressz szabályok alapján nem minősül közúti járműnek, ha pedig nem jármű, akkor gyalogosként a járdán kellene közlekednie.
ennek ellenére rengeteg ilyen járművet láttam a kerékpársávban. Kerékpárosok mellett, mondom még egyszer, a motorkerékpárosok, segédmotoros kerékpárosok is ott közlekednek, sőt, hát nem egy olyan motort láttam, amelyik úgymond kereste a helyét, és itt egyik filmünkben már beszéltem erről, hogy a belső sáv és a kerékpársáv között van egy fél méteres rész, és úgy senki nem tudja, hogy ez kinek a területe. És ami nagyon érdekes, megfigyelhetitek folyamatosan ezeken a filmeken, hogy a legtöbb autós jobboldali kerékkel a fehér szaggatott vonalon megy végig. Ugye a fehér szaggatott vonal hivatalosan terelő vonal, és terelő vonalon a Kressz azt írja, hogy folyamatosan nem szabad haladni. Itt mégis ezt tapasztaltam. Valószínű ez azért van, mert sokan úgy gondolják, hogy a sárga vonal nem csak a kerékpársáv szélét jelzi, hanem a belső sávnak úgymond az ideglenes jobboldalát. Hát ennek így a Kresszben igazából nincs nyoma, mert ha van egy kerékpársáv, mellett egy fehér szaggatott vonal, akkor ezt két külön egységként kell kezelni, de teljesen jogos ilyenkor a felvetés, hogy akkor az a fél méter kinek a területe. Itt azért autósok, bicajosok, motorosok sokszor úgy gondolják, hogy ők mehetnek jogosan. Természetesen a film fel van gyorsítva, körülbelül fél órát vettem fel, ezt alig 10 percben láthatjátok. Most már ott tartunk, hogy több mint 20 bicajos ment végig, de azért, ha megnézzük, akkor motorosok is és rolleresek is érkeztek a kerékpársávon. A képen zölden láthatjátok a szabályosan kerékpársávon közlekedőket, míg pirossal azokat jelöltem, akiknek ott nem nagyon van keresni valójuk. Azért elég sok motoros volt, segédmotoros kerékpár is, aki belül az autók között ment, és el kell mondanom, ez így szabályos. Látszik azért, hogy nyár van, sokan kerékpároznak, és hát mindjárt itt egy vetélkeidőbe illő kérdés, hogy egymás mellett haladhat-e két kerékpáros a kerékpársávban. Hát a Kressz azt mondja, hogy úttesten kerékpárral csak egy vonalban egymás után szabad haladni, és ne felejtsük el, hogy a kerékpársáv is az úttest része, tehát kerékpárúton mehet egymás mellett két kerékpáros, de a kerékpársávon csak egy sorban szabad közlekedni. És hát azért csak találkoztam olyan járművel, itt ebben a sötét autóval, amelyik bizony a kerékpársávot mindegy gyorsítósávként használta, ezt el kell, hogy mondjam, abszolút szabálytalan, tehát egyben a sávban más nem közlekedhet. Emlékszem, amikor a körúton megnyitották ezeket a kerékpársávokat, egyébként nagyságrenddel több személyautó, illetve kis tehergépkocsi ment végig a kerékpársába folyamatosan, akkor az autósok még nem nagyon találták a helyüket, mára ez a szituáció azért nagyban oldódott, és tényleg összesen a film alatt csak 3 járművet láttam, amely jogtalanul végigment a kerékpársában, már mint 3-4 kerekű járművet, tehát vagy személygépkocsit, vagy pedig kis tehergépkocsit. Egyébként ezen a helyen, ahol letettem a fényképező állványt, itt rendszeresen jól kanyarodtak az autósok jobbra, tehát 10-ből 9-en a kerékpársávról fordultak be. Tehát úgy vélem, hogy ezt a szabályt talán most már sokan ismerik. Mondom, ennek ellenére megtévesztő az a bizonyos jelzés, amely azt sugallja, hogy esetleg a belső sávból kellene jobbra kanyarodni. Volt egyébként erre példa, és én azt mondom, ez sokkal inkább balesetveszélyes, mint ha rásorolunk a kerékpársávra. Hát megérkezett az 5. rollerunk is, elég gyorsan mennek egyébként ezek a szerkezetek, én magam is meglepődtem, sokszor a biciklit nem tekerik olyan tempóval, ahogy ezek az elektromos rollerek képesek közlekedni. És látunk motorkerékpárt is, amelyik úgy megy rá a kerékpársávra, hogy utána jobbra kanyarodik, ez szabályos, de még egyszer hangsúlyozom, hogy egyenesen megy, nem. Azon el lehet gondolkodni, hogy a motoroknak van egy engedmény, hogy az álló járművek mellett, a sávok mellett elhaladhatnak a lámpáig. Itt viszont ugye nem párhuzamos közlekedésről beszélünk, hiszen a kerékpársáv és a forgalmi sáv az nem kettő sávnak minősül, tehát ezen el lehet vitatkozni, hogy jogszerű a motorosok előrehajtása vagy nem. Biztos itt a kommentben sok-sok megjegyzés lesz ezzel kapcsolatban.
Hát a vége fele közeledve több mint 50 kerékpárossal találkozhattunk már, látszik, hogy a jobbra kanyarodók vannak második helyen, hangsúlyozom még egyszer, ez egy természetes dolog, viszont ami meglepett, hogy ennyi motor, roller, illetve egyéb jármű is rámerészkedett a kerékpár sávra, mikor is ugye kihangsúlyoztam, hogy ez alapvetően szabálytalan. Egyébként azt is tapasztaltam, hogy a kerékpárosok egész jól kezelik a kerékpársávon lévő akadályokat, tehát például, hogy autó parkolni szeretne, akkor ügyesen kikerülik, elmennek mellette, tehát ez a bizonyos kerékpársávon történő kerékpáros akadályoztatási tilalom a valóságban elég jól megvalósul, de ebben a kerékpárosok is rugalmasak, nyilván ezt a kétkerekű járművet könnyebb navigálni, irányítani az autók között. Egyébként parkolásnál láttam olyat is, aki percekig próbált beállni, és nem sikerült, és persze közben a kerékpársávon volt. Hát ugye a Kressz azt mondja, hogy rövid ideig szabad ilyenkor akadályozni parkolásnál az érkezőket. Hát az összesítés gyakorlatilag több mint 60 kerékpáros, 24 jobbra kanyarodó, jó pár motor, roller és autó. Azon el lehet vitatkozgatni, hogy ez a kerékpáros szám sok vagy kevés. Azért ebben a fél órában külön nem számoltam meg, de 300-400 személygépkocsira jutott tulajdonképpen ennyi kerékpáros. Meglátjuk majd az őszt, hogy továbbra is megmarad ez a sáv, vagy pedig visszaadják az autósoknak, hogyha nagyobb forgalom lesz, azért ez utóbbi vélhető. Pár érdekességet, ha már a kamerát letettem, azért megemlítenék. Meglepődtem én is, hogy volt, aki szemből jött a kerékpársávon, illetve az út szélén. Azt hittem egyedül van, de aztán később jött egy másik bicajos is, tehát elég szélsőségesen értelmezik sokan a kerékpáros sávon történő közlekedés szabályait. Aztán van itt egy jármű, szeretném itt a kommentbe elmondanátok nekem, hogy miféle eszköz lehet ez. Két kerekű hasonló, mint a bicikli, de nem az. Aztán a másik kedvenc képem, elengedett kormánnyal telefonozva közlekedik egy biciklis, remélem nem tudja azonosítani magát, de azért ezt így nem szabadna, a Kressz ezt tiltja. Aztán van egy élelmes segédmotoros kerékpárunk, aki a zebrát igénybe véve kanyarodik balra, vagy fordul vissza a körúton. És hát a pofátlansági akció győztese ez a furgon, aki bizony a kerékpársávon előzte ki a lámpánál arra szóló sort. És a kedvenc képem, a hölgy piros ruhában, biciklivel, szalmakalapban, hát nála aranyosabb kerékpárossal nem találkoztam a felvétel elkészítése közben. Hát remélem tanulságos volt ez a kis videó. Láthatjátok, hogy a kerékpársávon való közlekedés szabályait nem mindenki tudja, bár őszintén el kell, hogy mondjam, meglepődtem, sokkal több szabálytalanságra számoltam. Biciklisek alapvetően megtalálták a helyüket, motorosok, rollerosok néha-néha fölmerészkednek a sávba, mondván, hogy ott gyorsabban lehet közlekedni, és hát talán ami szomorú, hogy el tudtam csípni ebben a fél órában három olyan autóst, aki úgymond gyorsító sávként használta a kerékpársávot. Még egyszer kihangsúlyoznám, bízom abban, hogy hasznos volt ez a videó, tanultatok belőle, és elárulom előre, hogy nem sokára hasonló filmet fogok készíteni a buszsávon közlekedőkről, úgyhogy aki erről nem akar lemaradni, az kérem, hogy iratkozzon fel, és hamarosan megnézhetitek a Kressz TV adásában ezt a részt, és akkor nagyjából úgy látjuk is, hogy kik azok, akik szabálytalankodnak, akik a legtöbbet szabálytalankodnak a közlekedés során. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy néztetek, és hangsúlyozom még egyszer, gyertek máskor is. Sziasztok!